És ez egy olyan szerelmi reklámon, hogy szerintem is meg talán az a nem nazim forte, szokták így reklámolni, hogy a reklám, hogy fáj a gyomra, és akkor megkap egy nazim forte. Azoknak, akiknek nem termelődik elég emésztő nedv, azok pótolnak, mint orvosi rendelő, hogy a feléves alapján ezt a gyógyszer, de anélkül is lehet kapni, és megpróbáljuk azt, hogy ez az enzim oldal, ez az enzim keverék, ami tulajdonképpen keményítő, bontó enzimet is tartalmaz, tényleg bontja el a keményítőt. A vizsgálatunk során azt fogjuk tenni, hogy összehasonlító kontroll kémcsövet már nem is kell készíteni, mert ott van előttetek, ugye? Tehát amikor csak beletesszük a keményítőt a vízbe, és hozzácseppent a kuboladatot készülő. Ez lesz, amiről összevetjük, a második kémcsővel. Ott még nincs is keményítő oldalt, hanem csak van egy kisebb mennyiségű keményítő. Ahhoz is az előzőekben megismert módon desztillált vizet fogunk önteni, vagy fogtok, és összerázzuk, amennyire csak lehet. És akkor hozzáteszünk körülbelül az oldattal azonos mennyiségű ilyen nyál kivonatot. Jó, tehát mindjárt az lesz a feladatod, hogy akkor öntsél vizet a egyharmad részig is. Ha ezt jól összerázzuk, utána hozzá a nyálkivonatot, azzal is egy picit megrázzuk, és egyenlőre félre tesszük. Akkor ezt el is lehet végezni. Jó? Tehát el is végezheted, és akkor várjuk a vizet. Tehát vizet hozzá, összerázzuk, nem kell ugodolta. Jó? Rázz össze. És akkor utána a legalább ilyen mennyiségűt, a pohárban lévő nyál kivonatból, ami gyógyszer formájában jött hozzá. Az esem bőrme alatt meg ráfolyik a kezére, semmi probléma, de nem egy jó, tehát legalább annyit, amennyi benne van, hogy még egy kicsit közös a baj. És akkor egy picit még én is megpróbálhatod megrázni, megmozgatni, annál rázni, annyira nem tudod, és akkor ezt sajnos erre várni kell. A tápcsatornában és az emésztés nem egyik pillanatra másikra megy végbe, órákig emésztődnek a nyugok a gyomorodban, a további gyógycső szakaszokban, tehát erre várnunk kell, ha megvan, akkor félre teheted, kicsit összerázzad, akkor te picit félre. És az lenne volna még itt az ideális, hogyha nem 20 fokon, körülbelül 20 fokon tartjuk az egészet, hanem a kémcsőmet hány fokra állítjuk, hogy az emberi szervezethez hasonló körülmények. 36 fokra, tehát az lenne az ideális, hogy most egy 36 fokos, vagy pedig igazi mérés szeretnék, akkor olyat, hogy a valósághoz közelebb álljon, akkor ilyen hőfokú vízbe, vagy valamilyen berendezésbe tehetnénk. Most nekünk azért 10 percet kell várnunk. Ha valaki nyálkivonatot szeretne, otthon készítheti, nem akartuk azt, hogy vizet vesz a szájába, öblögeti, mint amikor fogat, most egy pár percig, és utána azt beleengedi egy pohárba, tehát kiköpi, akkor lesz egy nyálkivonata, de ezt nem akartuk most ugye itt elvégezni, mert azért ez egy kicsit ilyen társaságban jó. De azzal is végbe mehetett volna ez a folyamat. Jó, addig, amíg várakozunk, próbáljunk már egy kicsit felelemenítve. Nagyon egyszerű, mert gondolom, hogy ezeket könyökünkön jönnek ki, nem baj. Hogy tudjuk-e, vagy nem tudjuk, megbeszéljük, hogy mi az, ami a nyálról, mint emésztő, nyíli váladékról el tudunk mondani. Mik termelik a szervezet, emberi szervezetre? Nyálmirigyek, így van. A nyálmirigyeink. Hány nyálmirigye van az embernek? Igen, mondhatod? 6 vagy 3? Pár. Jó. Esetleg valaki ezeket tudja is, hogy hol vannak ezek? Van egy olyan fő. Igen, az állam, hogy ennek van egy ilyen fertőződő cívőlelse. Kiskorban szokott lenni.
küldte végig oda, és a Mulusz aki biztos van, volt azt, hogy valaki esetleg volt ilyen. Nyelv alatti is van, és nagyon jó állkapocs alatti. Nyálban sok hatóanyag van, igazából egyfajta emésztő, emésztés végző enzim, ezt lehet, hogy nem felületen angolul. Van benne egy mucin nevű anyag, ez inkább arra szolgál, ez nem emészt, hanem a mucin az ilyen nyálkás, síkosító anyag, mire szolgál a mucin? Könnyebben lemenjen a falat, tehát a nyelést, a táplálék haladását segít, hogy ne súrlódjon annyira így van, meg bevonja így a szájüregünket is, és nem szárad ki annyira, mint hogy a békáknak is a bőre ugye ilyen nyálkás, nyálka anyag van rajta, az megköti a vizet, különben jobban kiszárad. Viszont van egy emésztő enzim, ezt lehet, hogy nem is kellett tanulni, úgy hívják, hogy amiláz. Van egy amiláz nevű enzim, és ennek az emésztő enzimnek a szerepe igazából az, hogy a keményítőt lebontja. Tehát ez keményítőt bont. Nem tudom, azt valaki tapasztalta, hogy mondjuk kenyeret, vagy kekszet, ami keményítőből áll, olyan ételt úgy fogyasztott, hogy nem nyelte le rögtön, nem csak rágogatta, mi lett vele, vagy egy kicsi csücsköt. Teljesen eltűnik a szájban, mert feloldja a nyál, tehát megemészti. Tehát az ilyen ételek szinte eltűnnek, vagy ez a pufi is olyan, hogyha most ugye nem mondom, hogy egyáltalán kap be, de ha egy ilyet egyáltalán, akkor ugye eltűnik a szájüregben, mert feloldja, megemészti a nyál. Jó? Próbáljátok ki majd otthon. Hol folyik még emésztés a tápcsatornában? Nem csak a nyál végez, hanem folyik a gyomorban, nagyon jó, ugye ott a gyomornerv végzi, és ott befejeződik az emésztés, nem, hanem a belegben, a vékony vélben folyik még ezen kívül, és ott folyik igazán, ott zajlik az emésztés döntő többsége. A nyálmirigyen kívül még vannak más mirigyeink is, amik a tápcsatornához kapcsolódnak, két nagyobb mirigya. Nagyon jó. És az epe, mi termeli, melyik mirigy az epét? A epe hólyag raktározza a máj. Így van, tehát én most akkor így írtam, hogy máj és hasnyálmirigy. A máj termeli ugye az epét, a hasnyálmirigy pedig sokfajta emésztő enzimet, ez mindenfélét emészt már. Ilyen van tulajdonképpen a mi kémcsövünkben. Jó? Próbáljuk már meg akkor ezt a kis ábrát megnevezni, ugye nem csak tiétek, még nagyobb is a tápcsatorna részei gyorsan felelevenítve, és akkor megyünk majd tovább. Akik még nem nagyon mondtak, tápcsatornán kezdődik, te már mondtad, de mindegy szájnyílás vagy szájüreggel, így van. Aztán a szájüreg vezet hátra, ezt hogy hívják ezt a részt? Garatba. Ugye a garagban kereszteződik két vezeték, de ami innen lefelé halad, az a nyelőcső, ugye szépen továbbítja a falatot lefelé, ide, mivel ez egy gyomorban nagyon jó, és ugye itt végződik az úgynevezett előbél. A gyomorral párhuzamosan található ez a lebenyes mirigy, a nagyobbik. Májunk, ugye színeik nincsen, de ez ilyen sötét, nagyon sötét vörös lenne, vagy szinte fekete, vagy tettünk szinte barna. Itt mutatja ezt a pici epehólyagot, így van, ami a máj hátsó felszínén, ha hátulról nézünk, akkor lehetne látni. A gyomor után van egy kis kanyarulat, aztán jön ez a bélszakasz. Melyikbe kerül, vastag vagy vékony bélbe a gyomorból? Vastag? Vékony bélbe. Csak ez, ami utána jön vonal, ez a vastag belet jelölik valóban, de a gyomorból a vékony bélbe halad a béltartalom. És a vékony bélnek ebbe a kanyarjába, ami a kezdeti szakasza, esetleg annak valaki tudja a nevét, a kezdeti. Patkó bél, az is egy valaminek a kezdeti.
környezetén van. Patkó bélbe önti a váladékát a máj, és még ez a másik mirigyes, amit mondtunk. A hasnyál mirigyes. Ez, ja, bocsánat, erre pont nem mutat semmi. Ott ez nincs kipontozva, de ott lenne a hasnyál mirigy. Jobbvékony bélben megtörténik az emésztés, és mit mi a szerepe a vékony bélben? Mi történik? Felszívja a táplálékot a keringésünkben, és akkor utána halad a táplálék a vastagbélbe. Jó? Vastagbél kezdetén van egy kiöblösödő rész, meg annak van egy ilyen nyúlványkája, ki nem mondod még, kezdeti szakaszát a vastagbélnek, emlékszel erre, vagy... Nem? Vakbél? Volt olyan? Semmi, hogy vakbélnek, és annak van egy félnyúlványa. Azt mutatná, arra mutat ide is vonal. Mi van akkor, ha ez valakinél begyullad? Kiveszik. Akkor mondjuk kiveszik. Így van. És akkor a legutolsó szakasza. Végbél. Jó? És ez ugye székletet formál és távozik, ami meg nem elégszerű. Jó, hát 10 perc lehet, hogy nem telt el, de mindegy, most megpróbálunk egy olyat, hogy a fémcsövetben a nyál, vagyis hasnyál kivonatból, meg a keményítő csöppentsünk meg ugor oldatot, és ha végbe ment az emésztés, mit várunk? Ha miért nem észlelt a az összes keményítőt? Milyen szint várunk? Semmit, vagy barna, ennyire barna szél. Hát erre nem telt el, lehet, hogy elég idő, ilyen hőmérsékleten, de azért szerintem nem lesz olyan intenzív kék vagy fekete. Itt mondjuk megnézem ezt. Itt meg olyan barna marad, és már változik. Nem baj. Összerázunk, hogy egy csepet rakunk bele, még félre tesszük, és ott is jó, itt lehet, hogy nem olyanok voltak az arányok, vagy nektek több volt az egységből oldal, de igazából mi várunk, és lehet egy kicsit melegíteni, és félre tesszük még, és megnézzük, hogy akkor félre bekövetkezik-e az, hogy eltűnik a kék szín, mert ha eltűnik a kék szín, akkor megemésztette az enzim, a keményítő. Jó, itt erre visszatérünk majd még erre, hogy mi történt, amikor megemésztődött, jó? Mert még most azt nem látjuk, de tovább megyünk egy picit, hogy még a következő vizsgálatokban meg tudjuk nézni, és akkor kicsit sok minden már az asztalunkon, de nem baj. Jó, akkor még a órának egy kis részében arra jut időnk, hogy az emberi tápcsatornából néhány szeletet, metszetet megnézünk, tehát amikről beszéltünk részek, azok közül egy-kettőnek, hogy hogy néz ki a mikroszkópos képe, és hát, hogy hogyan is használjuk ezeket a mikroszkópokat, nem tudom, használtatok-e mikroszkópokat, neked van otthon. Lapozd már légy szíves oda, ahol a mikroszkóp van. Gyorsan megnézzük, hogy hogy néz ki egy ilyen mikroszkóp, amit mindjárt használtok is. Ugye a mikroszkóp milyen célt szolgál amúgy? Nagyít, a nagyításhoz pedig szükség van lencsékre. A lencsék a kulcsai a mikroszkópnak. Ezek a mikroszkópok a fényt engedik, tehát fénymikroszkópok, és nagyító lencsék. Milyen alakúak a nagyítást végző lencsék? Domborúak vagy homorúak? Ilyen domború lencsék. Két helyen van ebben a mikroszkópban lencse. Az egyik, amit belenézünk, ez a szemlencse. Kisegészíthetette is ott. A szemlencse, vagy okulár lencse. Valamilyen nagyítást biztosít, rá van írva a tetejére annak a lencsének, ha ezt elolvasod, látni is fogod, hogy hányszoros nagyítást biztosít. Megnézd a nyugodtan a mikroszkópot. Hány nyílva rá írva? Tízszeres nagyítást biztosít, jelen esetben. És akkor ennek a
tubusa, ez ki lehet belőle venni, vagy esetleg kiesik, tehát megmozdul, de most mi ezt nem cseréljük ki, tehát ki lehetne cserélni egy másikra, ami mondjuk nagyobb nagyítást biztosít. Másik lencse, az pedig itt található ehhez az asztalkához közel, ezek a tárgylencsék, és ebből három is van, három fajta van a mikroszkopjainkon, a legkisebbre van állítva, ilyen revolverszerű foglalattal lehet ezeket változtatni, négyszeres, tízszeres, és ha megnézed a legnagyobbat, az 40-szeres nagyítást biztosít. És a tárgylencséket pedig objektív lencséknek hívják. Ha áthalad a fény a lencséken, akkor a tárgyról mind a két lencse valahányszoros nagyítást biztosít, és összeszorozhatjuk a kettőt. Tehát, ha mondjuk majd olyat nézel, hogy ez négyszeres, ez tízszeres, akkor összességében a tárgyat, amit nézel, 40. Tehát 4x10, azaz 40-szeresére nagyítod, úgy látod. Ezek a mikroszkópokban mi van? Még van két lámpa. Az alsó lámpa, az meg is van nevezve, az itt alul található. Van mellette egy kapcsoló gomb, aminek több állása van. A 0 az kikapcsolt, lesz 1-es állás alulról világít. 2-es állás olyan lenne, hogy itt fölül csak fölülről. 3-as meg alul is fölül is. Nekünk az lesz jó, amikor csak alulról világít, mert hogy amit nézünk, azt ide helyezzük erre a tárgyasztalra. Tárgyasztal, ez az asztalka, ide kerül a tárgy. Látod azt, hogy ezen a tárgyasztalon van két olyan leszorító csavar, meg olyan csipesszerű, az alá betesszük a tárgylemezőnket, hogy beteszik el, leszorítjuk, és azt kell majd nagyon jól nézni. Ugye itt még szabad szemmel is látjuk, hogy van valami tárgy, preparáltam egy metszet, egy vékony szelet, tulajdonképpen ez éppen egy gyomorból készült, egy gyomorfalról, és akkor úgy helyezzük ide be, beszorítjuk, hogy ez a kis festett rész pont a luk fölé essen, amin áthalad a fény, tehát ezt addig szabad szemmel nézed. Jó, be fogjuk kapcsolni a lámpákat majd, tehát ez lesz az első egyébként, hogy bedobjuk majd a konnektorba, oda helyezzük a lemezkét a tárgyasztalra, bekapcsolva a lámpát, és akkor belenézünk, és ezt az oldalsó, bal jobb oldalt lévő beállító csavart állítgatjuk élesre, amíg abban a síkban nem kerül a tárgy, aztán, hogy pont éles lesz. Mindig a legkisebb nagyítással kezdjük, és ha úgy látunk valamit, akkor átválthatunk az egyen nagyobbra, megint beállítjuk élesre, mert akkor nem biztos, hogy éles lesz. Jó? Van még egy fényerő szabályozó gomb is a mikroszkópon, az oldal, hogy a 8-asnál van a legnagyobb fényerő, majd úgy fogjuk használni. Jó? És akkor egy-két kérdés, hogy akkor nem beszéltük meg, hogy fedjük le, mert le lesz fedve, de hová helyezzük a tárgylemezt? Tárgylemez ez a lemezke, ezt rakjuk a tárgyasztalra, a lencsék alá, tárgyasztalra tesszük, és hogyha mi magunk készítenénk metszetet, akkor le kell fedni, soha nem egy csupaszon ráteszünk valamit és nézzük, akkor belerakjuk a lencsét, ami ugye, hát az nem tesz jót természetesen a lencsének. Van egy ilyen kisebb üveglapocska, ezzel ez már le van fedve, fedőlemezkének hívják, fedőlemezzel kellene lefedni, de ez készen. Nyilván nem tudunk ilyen emberi metszeteket, nem is akarunk készítgetni. Jó, mit mondtunk, hogy hogyan fogtok mikroszkópozni, melyik legyen az első? Tárgyalat mozgasd úgy, hogy a preparátum a tárgyasz, a középső nyílásokat legyen, kapcsolod be a fényforrást. Az állító csavarral például a tárgylemez képét, helyezd a tárgylemezt az asztalra, szoríts le, nézz vele a mikroszkóp, amelyiket kezdjük. Jó, helyezd a tárgylemezt az asztalra, és szoríts le, lehet ez az első, mondjuk, akkor melyik legyen a második? Jó, ezt lehet fordítva is nyugodtan, amúgy, tehát ez mindegy. De mondjuk oda rakjuk, bekapcsoljuk ez egymás után, biztos ezek az elsők aztán.
mozgassuk úgy, hogy a középső nyílás fölött legyen, tehát még ezt úgy, hogy kívülről nézzük, és akkor utána csináljuk azt, hogy nézzünk bele, így van, és akkor utána állítgassuk a csavarra, lesz fogod csinálni, és akkor először milyen nagyítással érdemes a nagyobb, vagy a kis, a legkisebb, a kis nagyítással kezdjük, és mondtuk is ezt, hogy ha az egyik lencse 10-szereset tud, a másik mondjuk 40-szerest, akkor 400-szoros. Jó, akkor amit kapni fogtok, az nem más lesz, mint három helyről származó metszet, vagy nyálmirész, vagy vékony bélkeresztmetszet, vagy gyomor, és nincs annyi, hogy mindenkinek minden jusson, hanem ha a másik oldalra fordítod a lapot, akkor éppen az lenne, hogy én adott valamit, és ki kellene találni, hogy melyik segítségül van itt a képen, tehát hogy próbálj meg kitalálni, hogy melyik, és ha megtaláltál valamit, ki lehet kipálni, hogy megvan, megvan az enzimtermelő sejtcsoport szerintem, megvan a nyálkatermelő. Jó? És hogy ne zavarjanak a tárcát, mindjárt ide hozunk, csak még egyet rápillantni, hogy az enzimessel történt-e valamit. Én van találva a kényszer, hogy teljesen szintelen, tehát nagyon örülünk, hogy a nyállal volt ott a keményítőt, ugye ott is, így nem a fők már még nem. Viszont akkor, hogy ne zavarjon a tárcánk, annyit kellene, hogy két ember közül egyik valaki kihozza a tárcát, a másik pedig lekapcsolja a mikroszkópot. De nagyon fontos az, hogy mit tűnsz be először a konnektorban, hogy a mikroszkóp hátsó részébe kell bedugnáztani, és előbb a mikroszkóp adunk el, hátul és utána a konnektorba. Jó, és akkor közben egyik másik valaki hozza a képen. Megpasszom. Ide a basztalon. Jó, teheted ide nyugodtan. Igen, és lehetek az asztalra szépen. Jó, köszönöm szépen. Jó, és akkor kapcsold már a mikroszkóp lámpáját, és nézd, hogy belenézel, akkor élesre tudod állítani. Vagy a neon, aki
mozgatom ezt a tárgyamást, hogyha nézed, hogy a széléhez, a széleit is meg tud nézni. Róban-e valami Thank you.
Jó, akkor az jelent, hogy egy egész más képet mutatott a második. Tehát még egy picit, hogyha így a munkafüzetünkre, ha megnézted ezeket, lehetne tovább vizsgálódni, de ennyi fért most nekünk vele a nyálmirigyeknél. Ugye, hogyha egy ilyen ábrát kinyitunk, mint egy nyálmirigy, akkor lehet tényleg látni meg, hogy ilyen sűrűn álló sejtcsoportok termelik a nyálat. Azok, amik olyan rózsaszínesebb, olyan mucin sejtekből álltak, azok termelték a nyálkát, a mucint, és voltak köztel valamelyik preparátumon ilyen kerek, vagy ovális elvezető csatornák, azt már meg is beszéltük, hogy hány nyálmirigye van az embernek, és mondtuk. Mennyi is volt? Három. Mire szolgál a nyálka? Az, amit mondtuk, hogy ez a mucin vagy. Síkosít, segíti a nyelvét. Ez lehet a szerepe. Jó, második volt a gyomorfal. Rendezben most elhoztas, hogy el tudom jól mutatni. Jó, gyomorfal volt a második. És felmondott, nem volt. Na jó, ez az itt. Azt láttad, hogy bele se fért a látótérben, nem úgy kellett mondani, olyan vastag, nagyon vastag a gyomorfalat. És attól, hogy melyik felét nézted, ha a külső részét nézted a gyomorfalnak, akkor ilyen viszonylag sima volt, és sok rózsaszín izom volt. Milyen fajta izom van? Sima is. Ez milyen mozgást végeznek? Keverő, képesítő, működés, parázsnak hívják ezt ilyen féreg mozgásnak, periszparagus mozgásnak, vagy féreg mozgásnak, hogy végighalad ez a hullám a gyomról, és akkor amikor üres, akkor hát forog is, még minden ebédeltek fog. Utána van egy kötőszövet, ezt nem annyira látok, és ugye a gyomor belső felszíne se volt teljesen sima, hanem ilyen redős, azt valamennyire láttuk. Még ennek a felszínét is kinagyítva lehetett látni, akinek ez volt a mikroszkópján. És akkor a harmadik volt a... Ugye a vékony, ez nem mindenkinél így nézett ki. De mik ezek a nyúlmányok a vékony bélben? Mi a feladat a bélbolygók? Felszívás, felszívás, és itt van egy olyan kérdés, hogy mekkora a belső felületük, hát körülbelül az már, hogy kettő teniszpálya, két teniszpályának megfelelő, kiterítenénk valakinek a értsemének a felszínét, akkor van benne összehajtozatva. Jó, egy kérdést kihagytunk, az, hogy a gyomornál mi történik, hogyha ez a belső védő réteg, ami egyébként hallgatja, megsérül. Mi alakulhat ki? Fekély, jó volt fekély, hogy egy gyomor vérzés is esetleg. Jó, akkor ezt a kis munkafüzetet elérjük majd magatokra, tulajdonképpen ennyi tétele, bent majd lehetően a mikroszkópot a harmadikat és végül betöltötök. Arra kérlek, hogy most kapcsoljátok meg a mikroszkópot és ezt a kis üveglapot meg elkérem mindenkitől, jó? És akkor a következő órákban a harmadik, a másik teremben lesz. Hát, de mohák, nem ez a téma. Én ezt kisebb kapcsolom.